befejezésül kívánom legyetek hűségesek életetek pályához, a szülőföldhöz, a nemzethez. Legyetek sikeresek gyerekeitek jóra, erkölcsösre és szépre nevelésébe. Őtön gondozzátok gyengülő felmenőiteket, életetek majdani összegzése megszolgáltan tartalmazza ilyen mondatot, emberek miatt vonjátem, megcselekedtem, amit megkövetelt a családom, a lakóhelyi közösségem, a nemzetem. Emberem hát poharavalt azokra az emberekre, akik szüleitek voltak és már nincsenek közöttünk, azokra a diáktársaitokra, akik szintén nincsenek közöttünk, hát természetesen emberem poharra, királtok, akik itt vagytok, és nekem igazán örömet okoz, hogy ilyen fiatalanak, megfontoltak, örösnek és szorgalmas embernek látnak. Amit az utolsó bekerülésben jó kívánságként mondtam, komolyan gondoltam. Őszintén kívánom, hogy ezek után életetekben szakítsatok máskor is időt arra, hogy találkozzatok, hogy kicsit emlékeket idézve fiatalodjatok, és még inkább kívánom azt, hogy ez a bizonyos önvallomás, mi volt az én életem, hogyan éltem, büszkettem meg akkor, hogy meg kellett tennem, őszintén legyenek és igazabb legyenek. Legyetek hosszú életek a Földön, és ha találkozunk jövőre, 10 év múlva, 20 év múlva, és ugye ez már tőlem lenne komolyabb teljesítmény, akkor ugyanúgy fogok örülni, mint ahogy a most örülök. Három nevet még mindenképpen befejezésével el kell mondjam. Hálásan köszönöm Ágnesnek, Vászlónak, Magdolnának, meg mindenkinek, aki ennek a rendezvénynek a szervezésében bármilyen módon részt vett és közreműködött. Jó dolgot cselekedtetek, és legyen bennetek erő és kitartás arra, hogy ezt a mai rendezvényt még sok ehhez hasonló rendezvény kövesse. Az elhunytak és az élők egészségére. Dicséretemre elmondott, mert eredetiben olvastam évekkel ezelőtt. Meg kell mondjam, hogy sok túlzás van benne. És ezzel együtt is hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem megy ezért a hiúságom. Én azt mondom, hogy egy a lényeg. Hát egyrészt nem kell köpnöm, ha a tükörben érzek, másrészt meg bárhol, bármikor találkozom veletek, akkor nem kell szégyellnem, hogy volt életemnek egy olyan része, amikor együtt dolgoztunk valamit. Ez a valami beteljesedett, mert akinek tudtam követni az élete útját, arra büszke voltam, legyen fizikai munkás, legyen pedagógus, legyen statisztikai hivatali alkalmazott, vagy bármi, mert azt tapasztaltam, azt láttam, hogy elég hasznos polgárai vagytok ennek a nemzetnek, amely nemzetbeli tagságomra én magam ugyanolyan büszke vagyok, mint ti. Kérem és kívánom, hogy tartsátok meg jó emlékezetekben az összes olyan kollégát, akiben együtt dolgozhattam, mert mindenki a maga módja ugyanazt akarta, mint amit Katalin elmondása szerint én is megpróbáltam, na nem annyira tökéletesen, de teljesíteni és újítani. Legyetek jókat tudtok, hogy idézek egy filmcímet, és mert
én azt tapasztaltam, hogy az ilyen kis településeket, mint Lenke, Beskeháza, Jakab, Üdvivardó, főnő gyerekek abban az átkosban igenis kedves szocializált, művelt és szorgalmas ember lettek, akkor azt kívánom befejezésül, hogy maradjon meg ez a jó szokásatok. Köszönöm. És ha majd aktív életetek szépsendesen befejeződik, de mert a dolgok rendje szerint ez előbb-utóbb bekövetkezik, akkor legyen sok örömötök abban, amit életetekben aktívként elkövettetek, és legyen sok örömötök abban a családban, amelynek ti életetek végéig a központi haladja lesztek. Minden jót kívánok mindenkinek! Köszönöm. És ne esélyen túlzásokban!